Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ezen a héten remek csatákat hozott a Városi Kispályás Bajnokság 15. fordulója. Mindezt előrevetítette a párharcok résztvevőinek tabellán elfoglalt helyezése is, hiszen a 10. és a 11., a 4. és az 5., sőt az 1. és a 2. is egymás ellen lépett pályára. A forduló rangadójának éppen ez utóbbi bizonyult, a listavezető Turullány az üldöző Fedél Kft.-vel csatázott. A Városi Kispályás Bajnokság 15. fordulójában Fedél Kft. Turullány összecsapás, ami a forduló rangadójának számít, hiszen a két együttes foglalja el a tabella első két pozícióját. A Turullány az első, még a Fedél Kft. A második helyen tartózkodik jelen pillanatban, és csupán egy pont választja el egymástól a két együttest. A második fordulóban ősszel a Turullány magyarán győzelmet aratott a Fedél Kft. Felett, akkor a két nevesek 13-3-ra győzték le a Fedélt, amely talán az egyik legkínosabb vereségüket szenvedték el fennállásuk óta, és ebben a bajnokságban mindössze két vereség és két döntetlen mérlegük, persze minden mellett 9 győzelemmel rendelkeznek. A Turullány eddig 13 mérkőzéséből 10-et nyert, és 3-szor maradt tagú ellenfeleivel szemben, és az első támadás a Fedél Kft. Nevéhez fűződik. Tehát két mezben a Turullány, balra jobbra a képernyőn, még fehérben, piros nadrágban a Fedél Kft. A rendkedvéért az összeállításokat elmondanám a Fedél Kft. Kapujában Lánk Péter, aztán előtte pedig mezőnyben 3-assal Rózsa, 6-ossal Zab, 4-essel Borostyán, 7-essel Horváth Zsolt, 9-essel Horváth Zsoltán, 10-essel Ódor Ákos, 11-essel Balló Sándor, 12-essel Tóth Péter. A Turullány kapujában Fekete Ferenc véd, előtte pedig 6-ossal Magda, 8-assal Kovács Attila, 10-essel Kis Róbert, 11-essel Paral, 13-assal Kis Gábor, 17-essel Karsai, 18-assal Farkas és 20-assal Molnár Tamás. A második percben nyárunk egyenlőre 0-0 az eredmény. Még csak tapogatóznak az együttesek. Az előző fordulóban mindkét együttes győzelemmel kezdte a tavaszt. A Turullány a Bárdogostvertek szoros csatában 3-2-re, még a Fedél Kft. A fészeképítők együttesét lépte le 7-1 arányban. Jelen pillanatban tehát ez a két együttes csatázik, vív szoros meccset az első helyért. Mint mondtam, egy pont a különbség a Turullánynak, 35 Fedél Kft.-nek 29 pontja van, és picit leszakadva mögöttük harmadik helyen a Csépüszvég, 25 ponttal, igaz, nekik egy mérkőzéssel kevesebb van a nevük mellett. És ott van még a negyedik helyen szintén 25 ponttal az Aprilia motorosbolt, amely ugye új együttes, a Mercurius együttődjaként szerepel az első osztályú bajnokságban. A negyedik percben járunk 0-0-ás mérkőzésállás, különösebb helyzet, különösebb kapu előtti veszély nélkül egyenlőre. Borostyán előre íveli a labdát, Horváth Zsolt éles szögből lőtt, Fekete azonban jól zárta a rövid sarkot. Kis Róbert. Paral. Kis Róbert. Farkas. Kissel játszik össze. Paral. Nem volt rossz összjáték. Végül is nyilván azonnal ebben elkerült a Fedél Kft. Kapuját. Magda indul meg.
kis labdával. Fordul a fedél. Zab. Fekete. Péternek ezt sem meg a volt. Fedél berúgás. A hatodik percben. Horváth Zsolt. Zab. Nem pedig Rózsa. Próbálkozott a szélen. Elvesztette a labdát azonban. Így a Turul hozhatta játékba a labdát. Lang. Borostyán. Horváth Zoltán. Horváth Zoltán tartja. A fejön meg tudnája magára húzni a Turult. És aztán üres területek nyíljon a túlsó térfélen. A kialéterében. És lehetne indítani. Borostyán. Horváth Zsolt. Farkas lépett királyhol, Horváth Zsolt vitte tovább, aztán Magda szedi össze a labdát. Felszabadít a körülön, és már is a másik oldalon a játék. A labda azonban a fehér mezeseknél. Zab próbálkozott kisodródva egy lövéssel, a fekete a helyén volt. Turulány bedobás. Magda. Horváth Zoltán. Hova lehetne passzolni. És aztán fordul a Turul. Fedélbe dobás. Egyenlőre, vagy mezőncsata a pályán. A kapukat még nem igazán veszélyeztették a játékosok, sem mindig sem, pedig másik oldalon. Farkast szerelték.
Orral. Egy távoli lövés. A kapu mindig szállt a labda azonban. Borostyán. Zabi jó volt a csel. Balut próbálta kiugratni. Egy picit gyors volt a labda. Egy kapufa. Igaz, hogyha hálóban kötött volna ki a labda, akkor is érvénytelen lett volna a gól, hiszen másik szó után lőtte el a turul játékosa a labdát. A 11. percben mi állunk. 0-0-ás mérkőzés állás. Horváth Zsolt kis mellett megy el, aztán megkerül a másik turul játékost is. Középre gurítja. A labda azonban nem veszélyezteti igazán a turulány kapuját. Fekete rúgja majd ki, illetve átengedi ezt a jogot, ezt a lehetőséget játékostársának. A kér is ezzel egy előre ívelt labda. Kis. Magda dobja majd be a labdát. Kis Robert. Magda. Harald. Magda kapja vissza. Megint csak egy felívelt labda. Kis Gábornak hosszú volt. Marad a 0-0-ás eredmény, amikor már az első fél idő derekán járunk. 13. perc. Orbán Zoltán. Való. Fekete. Kihozza a labdát a turulány. Aztán a visszérkező Orbán Zsolt szerelt. Fejegyük a fogyóvédőt. Kis Gábor. Arad itt volna tovább, Farkas lőtt. Lány pedig fogta a labdát. Horváth Zoltán. Nem volt pontos. Harald hagyja ott kis Robertnek a bedobás, illetve a labda játékba lendítése jogát. Kis Robert Horváth Zoltán mellett ment el, aztán Horváth Zsoltot és Zabot is lehagyta. Szép játék! Lángnak kellett hárítania. A turul most hárítja a fedél védelmét. Remekül játszották ki a fehérmezeseket. Lánk Péter volt a helyén, és ő biztosított. Így marad a 0-0-ás állás a mérkőzés 15. percében. Szabad rúgáshoz jutott a Fedél Kft. A kaputól, mintegy 15-12 méterre.
Zab végzi el, leváltódik a sorfalról, amelyet kettő darab túl játékos alkotott. Ez egy nagy helyzet volt, kérem szépen. Balló Sándor sarokkal tette középre a labdát, és az érkező Zab a kapufát találta terébe. Másfél méterről hibázta el tehát a zicser, hiszen tulajdonképpen üres volt a kapu. Fekete már vert helyzetben volt akkor, amikor a labda középre érkezett. Maradt tehát a 0-0-ás mérkőzés állás, és tulajdonképpen az eddigi legnagyobb helyzet a Fedél Kft. Előtt adódott. Kovács Attila próbálkozott a jobb szélen, szerelték, és most ő dobhat. Paraj. Tóth Péter, aztán pedig Láng Péter a labdával. Hosszú kirúgás. Fedél csatár nem tartózkodott azon a területen. Varsai Lángnak kellett kijönni a kapujából egészen a hatos vonalig. Így hűsült meg a turul támadása. Balló. Jól teszi oda a kapu előterébe, és Zab megint csak hibázik. Fekete érkezett jó ütemben. A 18. percben járunk 0-0 az eredmény, és megint csak Zab, aki veszélyes a kapura. Fekete hárította a lövést, amelyben igazán nem volt erő, de veszélyes volt. Szétszerelés, Varsai, aki eladja. Kis Tóbert rángatta Horváth Zsolt mezőt, ezért állt a szabad rúgás. Jónár. Nagy lövés, Faral próbálkozott távolról. A kapu fölé szállt a labda. Borostyán. Fekete. Kovács. Paral. Varsai. Sem volt veszélytelen. Az oldalhálóban akadt el a labda. Tizenkilencedik perc 0-0. Borostyán Varsai akadályozta meg az indítást. Fedélbedobás. Egy csúsztatás. Aztán Balló szerez labdát, és Fekete ér vissza a túlsó sarokra. Majdnem összehozta a kirúg kapuja a Fedél vezető találatát, ahol később javított. Lánynak kellett védenie. Kis rúgákat. Hárman akadályozták meg abban, hogy tovább dugja a labdát. Balló, Fekete érkezik jókor.
szöglethez jut a Fedor Kft. Mérkőzés 20. percében. Való élesen próbálkozott. Az oldalhálót találta el. Balú esik el. A harmadkörű játékos Kisztóbert nem el tudja hozni a labdát. Viszont 22. perc. Fedél Kft. Turulány 0-0. Az első fél időből tehát már csak 3 perc van hátra. Ugyanúgy nem tudták döntésre vinni az együttesek, hogy ki az, aki jobb formában van. Mint egy nagy helyzet a Turul előtt. A labda megint csak elkerült el Fedor kapuját. Egészen hátra, a szöglet után a Paral. A dologból. Mindez a 24. percben. Rózsa. Fekete. És megszerzi a vezetést a Fedél Kft. Egy bedobás után Horváth Zsolt érkezett középen, aki kapásból lőtt jobb lábbal a kapu közepébe. 1-0-ra vezet tehát az első félidő utolsó percében a Fedél Kft. Gólszerző Horváth Zsolt. Na, ez egy váratlan találat volt. Nem figyeltek eléggé a turulvédők. A bedobásnál. És azt hiszem, hogy a legjobb kor érkezett a Fedél találata, hiszen az első fél idő utolsó percében az lélektatott előnyt jelenthet, hiszen a szünetre már a legjobb forral vonulhatnak. Ilyenére le is telt az első fél idő,
Tehát Horváth volt 25. percben. Megkezdődik a második félidő. A Fedél Kft. Horváth Zsolt 25. percben lőtt góljával 1-0-ra vezet. Most aztán a Turulnak nagyobb sebességű fokozatot kell kapcsolnia, be kell gyújtania a rakétákat. Rossz próbálkozás. Nem érkezett középen senki a befejelt labdára. Turul bedobás. És aztán fordulhat a Fedél. Hodor csapatének kellett lábbal hárítania. Borostan fejelt a kapu mellé. Nem volt veszélytelen ez sem. Hasarok. Schröder. Túl dobhatja. És aztán egy túl játékos lábáról pattan ki a labda. Ugye a Fedél hozhatja játékba azt. Másfél perc már eltelt. A második fél időből továbbra is 1-0-ás fedélvezetés. Nem kezéből perdőt ki, hatoson kívülre adva. Ilyet már nem foghatta meg újból. Lábbal kellett játékba avatkoznia. Parsai kis rúgba. Egy lövés, ami elkerülje a kaput. Zab mellé. Parsai. Zab. Jó volt a csel. Utána azonban a labda elhagyta a játékteret. Egy szabad rúgást fújtak be a sípmesterek a Fedél Kft. Javára. A pontrúgást pedig Balal Sándor végezheti el. Elakadt a labda előtt álló kis Robertben. Ugye a szabadrúgás bedobásra váltja a Fedél Kft. A 29. percben járunk. 1-0-ra a Fedél Kft. Vezet. Parsai ügyelt előre. A fejes azonban elkerülte a Fedél kapuját. Rúlberogás. Nagy lehetőség, lábbal kellett hárítania. Molnár érkezett a kapufánál. Szöglet. Molnár szöglete. Fordulhat fel a szöglet. A feketének kellett közbeavatkozni. Turulnak
Mondd még egyszer, túlulány szabadrúgás a kaputól 9 méterre. Két tagú a sorfal. Előbb pedig nem is volt rossz. Nem lőtt a kapura. Nem sokkal került el. Két rendszer a labda. Lánynak kellett hárítni a lépnyét. Megint csak Molnár Tamás próbálkozott. Szöglet. Lángos a kapufa. Érintésével jött ki a labda vissza a mezőnybe. Nagyon nyom most a turullány. Mindent megtesz az egyenlítésért. Kérdés, hogy sikerül-e neki. Zab. Jól őrzi, aztán találkozik. Zab kapja vissza. És akkor az oszlán tétódóval. Ez is egy szép című volt. Egy gyors leindítás. A jobb oldalról érkezett a labda. Egy fél méterrel a kapu fölül. Marad az 1-0-ás Fedél Kft. Vezetés, amikor a második félidő 7. percében járunk. Ez egy szép akció, és a végén eredményes befejezés. 1-1 a mérkőzés állása, a gólszerző pedig Kovács Attila. Második félidő, 7. perce, és az imént azt mondtam, hogy kérdés, hogy ki tud-e egyenlíteni a Turul, hogy a nyomást gólra tudja váltani, hát jelentően ez a most idő. Egy-egyes mérkőzés állás. Egy újabb Turul szöglet. Beküzétre, és lányának kellett hárítania. Ha jól láttam, kis Róbert próbálkozott lövéssel. Faral. Lányának kellett mindig beküzni, és szögletre mentenie. Nem áll meg a turulány egy-egy állásnál. Mindenképpen állapra benni a döntést úgy tűnik, hiszen a nagy nyomás alatt a Fedél kapuja nem is igazán szabadulnak ki saját térfelükből a fejére rendesek. Zab fülelte le az átadást, aztán pedig gépszerelik. Korván Zoltán. Való. Most mindig fordulhatod a két mezőnek. Szép játék, láb, lábbal hárít. Aztán végül Zab veszi birtokba, és felszabadít. Illegesen, hiszen Kovács már is indul a Fedél kapuja felé. Nem tudok, hogy indulni, mint újra passzol, és Molnár Tamás estében megszerzi a vezető találatot a turullányára. 2-1 a mérkőzés 35. percében fordít tehát a listavezető Turul. Villámrajtot vett tehát a turulány a második félidőben, hiszen végig beszorította a kapuja elé a Fedél Kft-t, és ezt a nyomást nem bírták a piros-fehérre. És a Turul megfordította az eredményt. 2-1 a turulány javára a 36. perc. Na, most a Fedél Kft-t kell rohanni az eredmény után.
és aztán elszabadulnak az indulatok a kispadon is. Hagyj valami műsorokat! Valóban kezd figyelmeztetni, aki van a kispadról. Vettük ám, Sanyi, vettük! Fejeztek egy megetszését a játékvezetők irányában. Farsai. Horváth Zsoltot szerelte. Horváth Zsolt bedobása. Aztán Tóth Péter lábáról dobják be. De kívánzasek. Hát a túloldóban is bemérkezik játékos is. Rózsa. Beleért egy védekező láb. Ezért kaptam messze fel a lejátóra a labda. Fekete húzza le maga biztosan magasból. Hát 11 perc telt el a második fél időből. A Turul Line vezet. Ha a Turul ezt a találkozót abszolválja, elnyeri, akkor egy picit menegyi a Fedél Kft-ből. Köszönöm. Hiszen ugye győzelmi kormány itt az első osztályban is, más persze a többi pontfodászatban a kisztalányos már 3 pontot ér. És akkor már a Turul előnye 4-re bizzad a Fedél Kft-ből szemben. Hát a Turul kellett védelme, de hát ne szeredjünk egyből előre, hiszen még nincs vége a találkozónak, még csak második fél időről 12. perc időben járunk. Egy gondolja felzárózni, hogy egyenlíteni, egyébként megint csak fordítani a Fedél Kft-nek. Kérdés, hogy tud-e jönni a vizet. Lehetőségem, hogy a kapával jelentkeznek. Horváth Zoltán fogja is a fejét. Hát bizony. Nem sokon adott, hogy egyenlítsen a Fedél Kft. Marad a kettőleges Turul vezetés. Vágyot vezi ki. Egészen a lelátóra. A Fedél sűrűrgeti a Ciri vezérje porrányból, mert a labdájáért, hogy a Turul játékos kezébe adja, aki éppen a bedobáshoz készülődő. Fekete hosszú kidobása, nem múlt el a játékosig. Zab, megvágyul a gólról is, aztán pedig egy négyesés, nem véletlenül, hiszen Magda köszöntött összere bokáig. Horváth Zoltán, Szöge. Tóth Péter érkezik a szögletrúgáshoz. Aztán ismételhet. Második évő 14. perce. 2-1-es Turul Line vezetés. És egy teketetős játék volt, az a kivelező vezető majdba csúszott. A pápér is messze elkerülte a Fedél kapuját. Horváth Zoltán Zab felé üvelte előre. Kicsit magas volt a Zoltánnak. Horváth. Mm-hmm.
Turul veszekje majd játékba a labdát bedobással. Kovács Attila. Gerard hagyja ma Magdán. És pedig elkerült a kaput. Polgár Zsokok foglalkozott a szélről. Körül kérdés, hogy már beszígyék, hogy beledet, hogy kidobja. Hozhatná játékba a labdát kirúgással. Így elvalóban, de ez nem is történt. Kisgámbor.
kávé védését, lánk kísértőben nem kellett küzdolgoknia. Mégiscsak beleért Újhegyjel. Itt szögettel folytatódik a játék. Szögedet után is kapul mellé zárkót. Balút választották a legyen a jóvédőt. Szép labda felvezettem. Valóri Sándor Fúrosz. Elkerült a radmány felé a kapuját. Tudod szerelték. Fut. Mutatják a 9-es fonalnál, szabadabb rúgás a Fedél Kártérinek. Alig több mint 3 perc van hátra a mérkőzésből. Akkor a rádogás kerek egy ügyes turulány vezető. Ez nem mondjuk az szabad rúgás a kombináció, hogy nem tudja, hogy rúgás fele a szélre. A turulkapus, a fekete és a védőből is helyén voltak. Magda. Horváth Zoltán. Borostyán. Borostyán mellé. Fekete-Rémes kapott a sikeret, hogy nyújt a fiamból. Húf. Mindjárt között középen, játékos más. Körülbelül forradó. Ott a lehetőség. És a gólomról, gólomlátodó, gólom a két táborra, nem látod a gólomból, és mindig szállod a bele. Horváth Zsolt. A 23. perc második félidőben. Kis Bulgár. A túlgyarulás egy jó fejjel középen érkezett Kis Gámból. Figyeljetek az érkező emberre a fedélvédőjét. Parallag. Hát a túloldal. Levándódik elő. Magda próbálkozott.
kiléptem, kiléptem, bocsánat. Nem tudom, igazán mi volt, hogy elkerüljük a kapitányt. Ez volt az utolsó momentum a mérkőzésnek. A Turulentán 2-1-re verte a Fedél Kft-t, a Bullőrök. Sorrendben Horváth Zsolt, Hildere, Kovács Attila és Molnár Tamás. A végeredményt még egyszer Fedél Kft. Turulán 1-1-2. A Turulán győzelmével egy picit meglépett üldözőitől. A listavezetőnek 4 pont az előnye a mezőny többi csapatával szemben. De lássuk, mi történt a többi mérkőzésen. A tabella 5. helyén álló Bombom és a 4. Aprilia Motorsport találkozója változatos csatát hozott. Az esélyesebbnek vélt Bombon már 3-1-re is vezetett, azonban az Aprilia még az első fél időben egyenlíteni tudott. Ugyanebben a játék részben a Bombon újra vezetést szerzett, majd fordulás után a téren alakult Aprilia Motorosbolt egy-egy összeszokott a játékot produkált. Ezt fél idő kemény párharcok, parázs csaták jellemezték, no és persze egy újabb egyenlítő találat az Apriliától, így a végén 4-4-es eredménnyel, vagyis pontosztaszkodással vonulhattak le pályáról a csapatok. A bajnoki címvédő C plusz V az újonc fészeképítőkkel találkozott. Ősszel a második fordulóban változatos mérkőzésen a C plusz V 5-3-mal zsebelte be a 3 pontot. Most a két gárd kiélezett csatát hívott. Az első félidőben a kékmezes Csépuszfén enyhe mezőnyfényét gólra váltotta. A fészeképítők egyre veszélyesebb támadásokat vezetett, s az egyik kontraakciót csupán a hatoson belüli szabálytalansággal tudta megállítani a pai bajnok. A test értékesítette a fészek. Fordulás után is a Csépuszfén töltött többi időt ellenfél térfelén, azonban a vezetést most mégis a narancsvezetek szerezték meg, most már akcióból. A harmadik fészek találat sem vállalatott sokat magára, s kezdett érni a meglepetés. A 84-85-ös UEFA Kupa kiírás gólkirálya Szabó József azonban lenteni tudott új csapatán a C plusz V-n. A címvédő kiegyenlített, majd az utolsó percekben megfordította az eredményt, így a meccset 5-4-re nyerte a C plusz V. Az igazság, hogy én kispályáztam, hát 15-20 éven keresztül a Milán színeiben, de a csekának ígértem, még miatt abban a futballt. Egyszer lejátszok nála, és most a Milán megszűnt, így leigazoltam a csapathoz. A bemutatkozás nem is akárhogyan sikerült, hiszen nyerő ember voltál mutatni a csapatnak. Hát inkább az arra diadala volt, mert két gólos hátrányból tudtunk felállni. Hát az, hogy két gólt tudtam rúgni, az segített a csapatnak. A végeredmény kint sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy most vagyok szomorú Isten igazából. A múlt hét az egy olyan meccs, amiről jobb beszélni. A mai napon viszont nem érdemeltük meg a vereséget. Én azt mondom, a döntetlenség érdemeltük volna meg. Szerintem jobbak voltunk. Rúgtak 3 gólt, és mi vezetettük el a 2-vel, így kaptunk egyen, és sajnos ezek a tények így a meccs lefújása után. A tabella 6. helyén álló Blue Hét fő a sereghajtó Sünni és barátai együtt eséllyel találkozott. Ősszel szoros mérkőzésre vívott egymással a két alakulat, akkor a Blue Hét főnyert 2-1-re. Most is a kékmezesek kezdményeztek többet. Egy szabadrúgásból a vezető találatot is megszerezték, sőt egy újabb góllal egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorták a Sünni baráti társaságát. Fordulás után a fejmezesek aktívabb játékot produkáltak, mint az első fél időben. Gólt nem sikerült lőni, viszont a Blue Hét fő tovább növelte előnyét. A végére teljesen kiengedett a Sünni barátai, a hétfő sorra értékesítette helyzeteit, ellenfele csupán szépíteni tudott. A végeredmény jött egy a Blue Hét fő javára. Múltkor nem volt meg a csapat, kevesen voltunk, most már összeálltunk, és nagyon fontos 3 pont volt. Akkor most már összeállt a csapat a tavasz idényre is? Hát nagyon bízunk benne, edzőmet megyünk akar, ez igazából egy volt. Talán most már nem ez gond, úgyhogy hozzuk a kamcsöket. Egyszerűen jobb volt a fél. Úgy érzem, ez a vereségre nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. 11-1 pontra lefakadtunk ebben a kettő helyből. Nem azért megpróbálunk tisztességesen helyet állni a bajnokság végéig. A Klubfeca és a Korral között a 15. futó előtt 10 pont és 5 hely különbség volt. A Korallnak mindenképpen hoznia kellett a Feca elleni találkozót, ha el akarják kerülni a kiesését. Ennek megfelelően rajzolódott a játéképe. Kétszer is a kétmezes Korral szerzett vezetést, azonban a mérkőzést inkább irányító Klubfeca egalizálni tudta az eredményt. Fordulás előtt a Korral harmadszor is előnyre terezett, s a gól után már vissza védekezni. A Feca erőteljesebb offenzívába kezdett, játékosai szerint a hálóba talált, ám a játékvezetők nem látták bent a labdát. A Klubfeca ezután hiába támadott többet, a Korral növelte előnyét, és 4-2-re nyerte a mérkőzést. Sokan voltunk, és
talán mindenki azt hitte, hogy majd másiknak sikerül gólt rúgnia, vagy éppen már másik ugye majd eldönt a mérkőzést, és sajnos ez lett belőle. Berepelemetket akkor a játéka? Hát nem azt mondhatnám, a saját játékunk szokott megütni bennünket, és általában mindig. Meg akartuk mutatni, szeretettük volna mutatni, hogy igenis valahány közel egy osztályban, és átadó csapatunk feltett a versenyt az esélyesebbnek itt Klubfecával szemben. Jó küzdelem volt, hajtottam a pályán, és siker megalapozott, ezt úgy érzem. Biztos, hogy be kell gyűjteni a rakétákat, hiszen most talán el lehet mozdulni az orvos előtérjéről. Hát igen, ezt szeretném is, egy stabil első osztályú csapatnak lenni. Az új csapat szerintem meg fogja ezt erősíteni, és remélem középre végzünk. A kieső zónától való menekülés. Ez volt a tétje a 10. Bádogos és a 11. Széphő Szeder összecsapásának. Az első félidőben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A helyzeteket és azok kihasználtságát tekintve a zöldmezes Bádogos irányított. A második játék részben a Széphő kiegyenlített, majd a pályaválasztó két gólos előnyre tett szert. Ekkor úgy tűnt eldönni látszik a három pont sorsa, ám a fehérmes Szeder begyújtotta a rakétákat. Széphő előtt kiegyenlített, majd állva hagyta az elfáradt Bádogost, és sorra termelte a gólokat. A Széphő Szeder 9-4-es győzelmével maga mögé utasította ellenfelét a bajnoki tabellán. Fejben elfáradt a társaság is, néhány csere is valahogy úgy jött be, ahogy szerettük volna. Sajnálatos módon nagyon könnyen kiengedtük a kezünkből a vezetést, és utána már nem tudtunk mutatra állni. Szerintem mély pont ott jött, ott következett be, amikor 5-4-re átvette a vezetést Széphő Szeder. Onnantól már nem tudtunk talpra állni, és ez volt a vége. Összeszedtük magunkat, úgy gondolom. Lehet, hogy még a játékunk mind kívánivalót egy maga után, de azt hiszem, hogy talán most már küzdeni tudunk. Széphő valóban nyilván jobb a Bádogosnál? Én úgy gondolom, hogy a második fél idő alapján sokkal jobban bejött a helyzeteink, aztán eléggé kidolgozott helyzeteket is tettünk. Még őnek vagy kapapájuk volt, vagy nem volt szerencséjük. Nézzük a 15. forduló eredményeit. Fedél Kft. Turulány 1-2, C plusz C fészeképítő 5-4, Bombombolt, Aprilia Motorosbolt 4-4, Lulu Hétfő Sünés Barátai 5-1, Klubfeca Koral 2-4, Bádogos Szipő Szederer 4-9. A tabellát továbbra is a Turulány vezeti 33 ponttal, 4 ponttal megelőzve a mezőny többi tagját. Második a Fedél Kft. 29-tel, harmadik a C plusz 28 ponttal, igaz az a tavaly bajnok egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a többiek. Negyedik az Aprilia 26-tal, ötödik a Bombombolt 25 ponttal, hatodik a Blue Hétfő 23-mal. Egy kis szünet után hedik a Kufeca 18-tal, öt követi a Szép Hőszeder 16 ponttal, majd a fészeképítők a Cooper SC, a Bádogos, a Koral, és a sort pedig a Sünés Barátai zárja. A jövő héten, azaz a 16. fordulóban a Sünés Barátai a Bádogossal, az Aprilia a Blue Hétfővel, a Fedél Kft. A C plusz fővel, a Koral a Bombolttal, a Széphő Szeder a Turulánynal, még a fészeképítők a Cooper SC-vel találkozik. A szabadnapos a jövő héten a Klubfecet együttese lesz. Én mára megköszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!